Üdvözlök mindenkit a csatornámon, én Méreg Attila vagyok. Új nap, új videó, az intro után kezdünk is. Szevasz Béla, üdvözöllek a műsorban, nagyon örülök, egy újabb Kárpát-medencét felfedező bloggerhez vagy szerencsém. Szia, köszönöm én is a lehetőséget, és köszöntöm én is a nézőket és téged. Kedves nézőink, korábban volt már egy utazó lány, Imola, aki ugyanúgy a Kárpát-medencét fedezi fel. A hozzátartozó videó itt lesz majd a sarokba, csekkoljátok le. És akkor Béla, neked honnan jött az ötlet, hogy a távolban lépkedő blogot létrehoz és felfedezd a Kárpát-medencét? Igazából már gyerekkoromban is nagyon sokat utaztam a szüleimmel. Ők így megszerettették velem ezt a utazási életmódot, kirándulást, túrázást. Úgy döntöttem, hogy mivel én is nagyon sokat túrázok, nagyon sokat utazok, szeretném így részletesen bemutatni a egyes túrákat, és nem csak magát a túrákat, hanem minden egyes látnivalót is. Mert sok olyan bejegyzést látok, ahol egy konkrét túrát valaki leír, illetve hát közzétesz, hogy hol járt, de az egyes látnivalókat nem emeli ki. Ezek így valahogy elfelejtődnek. Tehát ez volt a koncepcióm, hogy minden egyes látnivalónak a történetét elmesélni, és egyenként ezeket így górcső alá venni. Már rengeteg bejegyzés született, próbálok egy héten olyan 2-3 bejegyzést írni. A hosszú távú céljaim közt egyébként szerepelne utazásszervezésnek az elindítása, tehát ilyen kisbuszos, nagybuszos utazások elindítása, mert rengetegen jeleznek vissza, hogy nagyon szép helyeken járok, nagyon szép dolgokat mutatok be, de nem tudnak elmenni. Nincs mivel, nincs kivel, próbálják ki ezt szervezni. Tehát a támogatás meg lenne igazából, bennem is megvan a motiváció, ez majd elválik a jövőben. Igazából tavaly kezdtük el az Alföldi Kék túrát. Ez ugye Sátoralja Újhelytől egész Szekszárdig lemegy, és 868 km. Ez egy önmagában egy ilyen fantasztikus túra, tehát egy ilyen kulturális, meg időutazás is. Olyan falvakon haladsz át, olyan emberekkel találkozol, hogy ezt el se hinné egy mezei ember, aki nem indul el egy ilyen útra. Összességében mondanám ezt az Alföldi Kék túrát. Persze nyilván én ugye alföldi vagyok, tehát az alföldi táj is a kedvencem ugyanúgy, de nagyon szeretem a északi középhegységet. Azon belül is igazából nem tudnék kiemelni tájegységet, mert végig a Bükk, Mátra, Zemplén, mindegyik a szívem csücske. És ha jönnél Bécsbe, milyen témát hoznál magaddal, milyen témában tartanál előadást? Ezeket a két túrákat adnám elő, hogy érdemes neki indulni, mire kell figyelni, A-tól Z-ig mindent, hogy hogyan teljesítsük, hol vannak a bélyegzőhelyek, mire érdemes figyelni, szállásokat, hol érdemes kivenni. Azt gondolom, hogy az Alföldi Kéktúrát is, meg a Dél-Dunántúli Kéktúrát is úgy be tudnám mutatni. Ezekhez a túrákhoz olyan őrült összeg nem kell, mert sokan azt mondják, hogy ugye azért nem indulnak el ilyen helyekre, meg nem indulnak el túrázni, mert ez mennyi pénz, rengeteg pénz, nem. Tehát ezt ilyen szinte 0 forintból ki lehet hozni az ilyeneket, hát persze a szállást az nem, de nagyon-nagyon minimális összegből. Tehát igazából ez lenne szerintem a téma, hogy olcsón, pénztárcabarát módon túrázni. Most egy általános túrára gondolok, mi sokat szoktunk járkálni barátokkal is. Ha mondjuk kocsival megyünk valahova, akkor az is egy költségcsökkentő dolog, mondjuk, hogyha minél több embert össze szervezünk, tehát akkor ne ketten üljünk a kocsiba, hanem üljünk öten, és akkor már is kevesebb a benzinköltség. Sok ilyen van, hogy például kastélyokat megnézünk, de belegondolsz, hogy most bemennél kastélyba, mondjuk 2-3 ezer forint a belépő, és ilyen 2-3 órás előadásokat tartanak, aminek a végére mindenki tök fáradt, meg unja magát. Tehát ezeket igazából ki lehet hagyni, ilyen épületeket kívülről is meg lehet nézni, idő és pénztakarékos az is. Tömegközlekedésnél biztos, hogy azon is tudunk spórolni, hogyha MÁV-nak ugye letöltjük az applikációját, és interneten veszük a jegyet. Ez így 10%-kal olcsóbban adja így a MÁV-ba jegyeket, és még környezetbarát is, mert nem kell kinyomtatni a jegyet, hanem ugye a okostelefonodon felmutatod a kalauznak. Tehát ez is például egy ilyen apróság, de mégis költségcsökkentő. Kedves nézőink, minden további hasznos információ, tipp, tanács ott lesz a videó leírásában Bélához. Ott megtaláljátok a Facebook oldalát, igen aktív, ha rengeteg fotó, információ lesz fönt. Béla, szép időjárás kívánok, fedezzétek fel akkor Magyarországot, és remélem minél előbb jöhetsz majd, és tartatsz előadást nálunk a kalandjaidról. Addig is vigyázz magadra, buen camino! Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget! Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, találkozzunk holnap is, vigyázzatok magatokra, legyetek jók, ha tudtok, sziasztok!